Érkeznek az új elektromos buszok Pécsre. Erről beszélt a héten a Tőkebusz vezetője kommunális bizottság előtt. December, még karácsony előtt megjönnek, remélem, hogy be is tudjuk állítani őket. A környezet kímélő elektromos buszok beszerzése folytatható-e? Ezt kérdeztük az új járművek kapcsán a cégvezetőtől. Van egy zöld busz program, amiben már lesz csuklós busz is, úgy hallatszik. Nekünk csuklós buszra van szükségünk, új csuklós buszokra, néhányra. Egy elektromos busznak a vásárlása akkor gazdaságos, hogyha legalább azt mondom, egy 70%-os intenzitás, tehát támogatás van rajta. Egy elektromos busz az pontosan nagyjából a duplájába kerül, mint egy dízel busz. De ugyanarra a célra használjuk, olyan csodát nem lehet vele megtakarításban, mert az áram is már nagyon drága. Tehát jó lenne, ha lenne, de ahhoz pénz kell. A 30%-ot akkor is valakinek ki kell köhögni. Azt még nem tudni, hogy erre a 30%-os önrészre mikor tud forrást biztosítani a pécsi önkormányzat. A bizottsági ülésen kiderült, hogy decembertől 18 elektromos busszal a flottájában végezheti a közösségi közlekedés lebonyolítását a Tükebusz.